Balaidh Zoltán, a vármegye székhely polgármestere beszédében hangsúlyozta. Hős az, akinek az életét, a tetteit legkevésbé sem a külső körülmények, hanem a saját szabad akarata határozza meg. A háború bár a szomszédunkban dúl, de szerencsére nagyon messze van mindennapi életünktől. Akikre ma emlékezünk, mégsem ismeretlenek, mégsem idegenek a számunkra. Ha egyikük, másikuk az idő homályába is vész, mi azért tudjuk róluk, hogy közülünk valók voltak. Ők a mi hőseink, a mi közös történelmünk hősei, a családjainké, a városunké, a nemzetünké. Ránk gondolva haltak meg, a hazánkért haltak meg, ezért gondolunk és emlékezünk rájuk mi is. Az ünnepségen azokra is felhívták a figyelmet, akiknek az életét megkeserítette a történelem. Köztük azokra az asszonyokra, akik otthon maradtak egyedül, s a fronton lévő férfiak helyett dolgoztak. Olyan katona elődök előtt tisztelgünk, akik életüket adták a hazáért különböző frontokon, akár a frontvonalban, vagy akár sebesülten, vagy a hadifogoly táborban, vagy a honvéd kórházakban elhunytakra. De azokra a civil áldozatokra is emlékezünk, akik a hátországban tették a munkájukat, végezték azt a fontos feladatot, ami biztosította a fronton szolgáló katonák életét, utánpótlását, a lőszert, az élelmiszert. Ez mind-mind fontos tevékenység volt. Az első világháborús emlékműnél a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szala megyei priorátusának tagjai koszorúztak. Ezt követően a megyei és a városi vezetők a II. Világháborús emlékműnél helyezték el a kegyelet virágait.